Szeretettel köszöntöm a stúdióban Heiter Robert Gottfried atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Gottfried atya Szepetnekről jött hozzánk, nem csak azért, hogy itt beszélgethessünk, hanem azért is, hogy egy ige hirdetőt vegyünk fel, ahol egy kicsit nézőink jobban megismerkedhetnek az élet útjával, ami Szepetnekre, Zala megye egyik legdélebbi pontjára, sőt, a Szombathely Egyház megyet tekintve a legdélebbi pontjára vezette. Viszont most arra lennék kíváncsi itt, hogy hogy telt a 2023-as év Szepetneken, és mennyivel másabban élik meg az emberek ott a hitüket, a vallásosságukat azon a vidéken? Tulajdonképpen sűrűn telt a 2023-as év, hogyha erre gondolok. És tanuljuk egymást, illetve tanuljuk önmagunkat, és tanuljuk azt, hogy mit jelent egyháznak lenni. Én amikor 3 évvel ezelőtt oda kerültem, már akkor azt mondtam, hogy na félreértés ne essék. Az egyház nem én vagyok. Az egyház nem ez az épület. Nem a tornyos ház, nem a templom, és nem a plébánia. Az egyház mi vagyunk együtt. Ti és én. A szolgálati papság és az általános papság alkotjuk együtt Krisztus népét, és ha bármire képesek vagyunk, ha bármire megyünk, nyilván az Istennek köszönve, de együtt vagyunk képesek azt felmutatni. Én tulajdonképpen az elmúlt 3 évben mindig mindent azzal a céllal csináltam, vagy szerveztem, hogy hagyományt teremtsünk belőle. Tehát, hogy ez maradjon így, vagy tanuljunk a hibáinkból, és szervezzük át esetleg a következő évben, látva azt, hogy lehet ezt ügyesebben csinálni. Januárban én úgy látom, hogy megszerették a hívek, és hála Istennek, hogy a környező településekről is összejárnak. Nyilván ugye vízkereszttel indul az év, mint az első sátoros ünneppel, és mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a falu közepén van egy ártézik út. Ettől kezdve én úgy gondolom, hogy persze kell zománcos vödörben is vizet szentelni, nyilván sokan életkoruk, állapotuk miatt nem akarnak lejönni, félnek, csúszik, esik, hideg van, rossz az idő, havazik, bár tudjuk azt, hogy egyébként mai magyar nyelven a nem tudok, az általában azt jelenti, hogy nem akarok. Csak ezt sokkal sarkosabbnak halljuk, így tompítva ez jobban lemegy az ember gyomrán, de azt látom, hogy az egyik legnagyobb munka az az volt egyébként, hogy a 4-6 település, az ne 4-6 különálló településként kezelje önmagát, hanem egy plébániaként, és igenis legyen természetes, hogy átmegyünk egymáshoz. Hogy nem szomszédolunk, hanem a plébánia mindegyik templomában otthon vagyunk, mert ez a miénk. Így vízkeresztre is most már teljes természetességgel, bár minden templomban megtartjuk, de szoktak átjönni Szepetnekre, és egy egész falun átsétáló körmenettel indulva az Ártézik útnál, ahonnan egyébként 15-20 másik település is hordja a vizet, ott tartjuk a központi, a nagy vízszentelést, mindig az Ártézik út vizét megáldva, és utána egyébként olyan kedves látvány is, mert úgy ott tapadnak, és azonnal elkezdik feltölteni az üvegeiket, meg a marmonkannáikat, hiszen akkor már visszük is. Januárban van Batthyány Stratmann László, a mi boldog hercegünk, a hercegek orvosa, orvosok hercege, sokféleképpen lehet ragozni az ügyet. És hát tavaly emléknapja. 20 éve, hogy boldoggá avattál. Így van. A második János pápa. És mi éppen 2023-ban állítottunk egy mellékoltárt a templomban az ő tiszteletére lévén, hogy maga Szepetnek Batthyány birtok volt. Tehát a török kiűzése után egy rövid idő elteltével egy kicsit volt az inkei családé, de nagyon hamar a Batthyány család birtokába került Kanizsa nagy részével együtt, majd később a hercegiákhoz egyébként, tehát maga a boldog herceg is kegyura volt Szepetneknek, és ők pontosan tudták, hogy mi a dolguk. Itt iskolát építettek, nem egyet, kettőt. Mert hogy az evangélikus felekezet is kapott egy iskolát, ami német tanítási nyelvi iskolaként működött egészen 1902-ig, 4-ig, az 1900-as évek elejéig,
Míg nyilván a katolikus máter is kapott egy általános iskolát. Odafigyeltek a templomokra, támogatták a felekezeteket, orvos, gyógyszerészt, állatorvost hoztak. Nagyon sokat tettek bele Szepetnekbe, tehát ezt ne úgy képzeljük el annak idején, hogy valaki kapott egy birtokot, és azonnal elkezdett kipumpálni belőle. A török idők után nyilván a Batthyányiak a király Magyarország területén, meg a mai Ausztria területén maradt birtokaik jövedelmét hozták ide, hogy itt élet legyen, hogy egyáltalán élhető legyen, hogy legyen minden ahhoz, hogy az itt élők dolgozzanak, jól dolgozzanak, és nyilván majd hasznot is hajtsanak belőle. És én úgy gondolom, hogy pontosan ezért is nekünk nagyon fontos a Batthyányi családdal a kapcsolatunk. Így nagyon élő kapcsolatunk van a Batthyányiakkal. Most már elmondhatjuk, hogy évek óta a központi, a fő búcsúkon, a Szentőrző Angyalok búcsúján képviselteti magát a család. Összejárunk, együvé tartozunk, sokat köszönhetünk mi magunk is nekik. Most lesz így majd ebben az évben is az első búcsúja tulajdonképpen ennek az oltárnak, ha úgy tetszik a Szepetneki kis búcsú, úgyhogy majd erre készülünk gőzerővel. Tavasszal Nagyböjdben egyre többet hallottam az emberektől azt, hogy ők mennyire szeretik a rorátékat. Döbbenetes, hogy még 70-es, relatív idős emberek sem hallottak soha róla. Én emlékszem, hogy az első roráté után a postás asszony rákönyökölt a pultra, hogy atya, igaz. És én néztem rá, hogy vajon mi? Nőm van, fiúm van, sikasztok, mi történt? Mi ennyire izgalmas? Jól hallom, hogy reggel 5:30-kor szól a harang. Persze, ezzel a két ujjammal szoktam bekapcsolni. Azóta már időzítővel működik. Na persze, de minek? Mert roráté van, és az mi? És hála Istennek gyönyörűen megtanultok, hogy az mi folyamatosan egész adventben van, és azzal perdültek elém, hogy ők ezt úgy szeretik. Na most, ha azt mondták volna, hogy olyan hangulatos, akkor valószínűleg ordítva röhögöm ki a bandát, mert a hitnek sok mindene van, de hangulata az nincs. Ha azt mondták volna, hogy ez olyan szép, hát akkor csak ott hagyom a beszélgető partnert, de azt mondták, hogy atya, olyan jó volt így kezdeni a napot, hogy úgy várjuk ezt az időszakot, mert tényleg jó, hogy a templomban kezdünk, és utána indul a nap. És éppen ezért tavaly bevezettük, és ez így is fog maradni, egész Nagyböjdben a virrasztó miséket. Rorátének nem hívhatom, nyilván az adventhez kötődik, így egész Nagyböjdben nálunk Szepetneken virrasztó visék vannak, hétfőtől szombatig, minden reggel 6 órakor, úgy, hogy a szombatik azok kiszervezettek, tehát a falvakban forgó rendszerrel, minden templomot kétszer sorra kerül, egyébként hétfőtől péntekig a máterben van, és minden helyen kihelyezünk egy üvegpersejt. Tavaly is ez már így volt, és azt mondtam, hogy amit dobtok a tiétek, az itt marad. Ez most nem egy központi gyűjtésbe megy, ez itt marad, és rátok fogjuk visszafordítani a ti szegényeitekre. Több mint 30 csomagot áldottunk meg az utolsó virrasztó misén, nagy szerda hajnalban, hiszen nagy csütörtök már a krizma mise, aztán az utolsó vacsora miséje, így nagy szerdával érnek ezek véget, és vittük ki a falvakba az ő általuk beadott összegek fényébe sonkát, édességet, sós kalácsot, édes kalácsot, gyümölcsöt, tormát, tojást, amire ilyenkor szükség van. Egy nagy tapasztalata volt, félelmetes egyébként. Ó, nem az, hogy van-e pénz, vagy nincs. Nem az a kérdés, hogy van-e rászorulunk, vagy nincs. Az a döbbenetes, hogy nem ismerjük egymást. Hogy nem tudjuk, hogy ez a csinos kis kosztüm, az honnan tipeg el misére. Milyen körülmények közül, és hova megy haza. Mert lehet, hogy csak az az egy ruhája van 23 éve. És azt tudja vasárnap felvenni, hogy van család, ahol nincs hűtő, hogy vannak problémák,
és hogy mennyire nem ismerjük egymást. Nem az volt a gond, hogy lesz-e pénz. Nem az volt a gond, hogy összeállnak-e a csomagok. A legnagyobb gond az volt, hogy kinek adjuk. Tehát amikor azt mondtam, hogy ezek a ti közösségeitek, ti ismeritek egymást, és kiderült, hogy nem. Hogy nem ismerjük egymást. És egy őrült nagy feladatám ez. Kefe után, megboldogult Keszthelyi Ferenc püspök atya után szabadon, hogy én Krisztó Amici, hogy valóban Krisztusban barátokká váljunk, de ennek egy alapplatformja az ismeret. Ismerjük egymást, hogy tudjuk a másik körülményeit, gyengeségeit, rászorultságait, problémáit, mert akkor tudunk segíteni. Ha agyonhallgatjuk, eltakarjuk, palástoljuk, nem érdekel, mert ugye rész munkaidős keresztények is szeretünk lenni vasárnap egy órára, a Tróger pap esetében még egy órára sem, arccal egy irányba nézve, mondvá, hogy ezzel kipipáltunk mindent, ami a dolgunk. De hát valahol a krisztusi provokáció ennél lényegesen többről szól. És én ezt egy nagyon-nagyon jó kezdetnek tartom abban, hogy igenis ismerjük meg egymást, lássuk a másik problémáit, tudjuk, hogy hol kell segíteni, hogy a tisztes szegénység ne legyen szégyen, hanem egy büszkén elhordott állapot, egy méltósággal elhordott állapot, és ne csak adni akarjunk, tudjuk elfogadni azt a segítséget. Sokszor ezzel is nagyon nagy probléma van ám, hogy nem tudjuk elfogadni, vagy nem akarjuk elfogadni, vagy dehonestálónak érezzük. Tanulnunk kell azt, hogy az irgalom nem hajol le. Az odaül melléd, és majd segít felállni, de nem hajol le. Mert abban van valami, ami kellemetlen. És a szeretetben nem lehet kellemetlen semmi. Az ég egy adta világom. Húsvétkor mindig falvak között szervezzük a nagy pénteki keresztutat. Mert ez fontos, hogy a plébánia minden temploma valamilyen módon bevonódjon a központi szertartásokba, és földrajzilag pont úgy adódik, hogy mondjuk a Sormási és Eszteregnyei templomunk között mindösszesen 2 kilométer szántóföld van mezei utakkal. Kényelmesen át lehet fáklyákkal sétálni, végig lehet imádkozni, és éves rendszerben váltogatva, hol Eszteregnyén kezdjük a szertartásokat, és indulunk a keresztúttal Sormásra, és Sormáson már sötétben végezzük a Jeremiás síralmait triangulummal, ahogy azt illik, vagy Sormásról vissza Eszteregnyére. De hál' Istennek, hogy ez is begyökeresedett, működik, és rendben van. Nálunk a nyarak azok mindig a búcsukról szólnak, lévén, hogy búcsú dömping van. Augusztusban tulajdonképpen egymás után, 15-e, 16-a, nagy boldogasszony, Szent Rúgus. Eszteregnye, Sormás. Idén augusztusban oltárszentelésünk volt Eszteregnyén, mert annak idején, még a 60-as, 70-es években félreértve a liturgikus reformot, egy boldog emlékű elődünk totálisan szétverte az eszteregnyei templomot, gyakorlatilag nyom nélkül eltüntetve. A szószéket, mellékoltárokat, főoltárt, és egy 2-es művészi értékű, ha nagyképű akarok lenni, sgraffitó technikával készült rémálmot hagyott az apszis falán. A helyiek csak úgy hívták, hogy az egyiptomi táncos nő. Ő szeretett volna nagy boldog asszony lenni. Amikor a közvetlen elődömnek elindultak elképzelései a templom belső rehabilitációja kapcsán, ellenállásba ütközött, bevallom, én meg nem kérdeztem, hanem megcsináltam. És így visszaépítettük az egykori főoltárt, és döbbenetes, hogy azonnal az emberek mellé álltak. Családok fogadtak örökbe szobrokat. Tehát pillanatok alatt az adoráló angyaloknak, a főoltár egész harakos nagy szobrainak
pillanatok alatt lett gazdája, hogy ki szeretné azt ajándékozni a templomnak. Azonnal lett asztalos, lett mester, aki a felépítményt megcsinálta, és egy nagyon-nagyon szép ünnepünk volt, nagy boldog asszonykor. Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök atya szentelte fel, így az újjáépített főoltárt, megőrizte a templom, az 50 éves jubileumára készült oltárképét, ami egy egyedülálló művészi másolat, egy Tiziano nagyboldogasszonynak a művészi másolata. Ritka a falusi templomok között az olyan főoltárkép, ami nem kizárólag a patrónus személyét jeleníti meg, esetleg egy angyallal, vagy az attribútumával. Ezen a képen 27 alak vagyon megfestve, gyakorlatilag közvetlen rokona az esztergomi bazilika főoltárképének, ugyanazon kép alapján készült mind a kettő. Ez egy mincenti bábáskodásával létesült lelkészség, illetve az 50 éves jubileumra is ő érkezett újra szentelni a templomat, akkorra készült ez a kép. Hál' Istennek a kóruson félredobva megmaradt, így visszatudtuk tenni az eredeti helyére. Sokan könnyezték meg, amikor újra látták a templomot, ha nem is az eredeti szépségében, de próbáljuk azt megközelíteni. Szent Rókusra, Szent Rókustól indítjuk mindig a Szent Rókus 9-et, ami majd októberre fut ki. Ugye minden búcsú, az összes falusi búcsú egésznapos. Tehát ünnepi misével, vendéglátással, valamilyen délutáni, vagy Mária tisztelettel, vagy szentségimádással és esti vesperázssal zárul, közben majálissal, főzéssel, etetéssel, itatással, ahogy azt kell. Szent Rókusnál talán az is izgalmas, hogy ő a 14 középkori segítőszent egyike, tehát a járványok elleni védekezés egyik fő alakja. Idén szobrot is állítottunk neki a 7-es főútra nézően a templomkerítés sarkánál, hogy vigyázza a vidéket, hogy ne csak a betévedőkre adja az áldását, az elhaladókra is, és szeretik. Mindig van virág előtte, bőséggel, szívesen jönnek, és szépen jönnek a Szent Rókus 9-ed alkalmaira, 9 pénteken át. Már dedikált alkalmak vannak, a Letenyei plébánia, mikor érkezik, a Mura keresztúri plébánia, a Szepetneki egy gyalogos zarándoklata, mert az is csak 3-4 kilométer át tudunk sétálni imádkozva Szent Rókushoz. És annak a vége idén októberben mindig az orvosaink, gyógyítóink miséje. Idén újra püspököt sikerült ráhívnunk, és egy nagyon-nagyon szép szentmisénk volt, amire a 4 faluból az összes egészségügyi dolgozót meghívjuk, orvosokat, ápolókat, asszisztenseket, idős látogatókat, és valami kis ajándékkal, de ott köszöntjük őket, értük imádkozunk, értük adunk hálát az ő szolgálatukért. Talán valahol a Covid-ban különösen felértékelődött ez, és jobban meg is éreztük. Idén sikerült már egy nagyon jó partnerséget kialakítani Draskovec-cel, ami tőlünk 20 kilométerre Horvátországban, de a Szent Rókus tisztelet fellegvára, úgyhogy a Draskovec-i Szent Rókus Egyesület 70 emberrel érkezett a mi Szent Rókus ünnepünkre, vagy záró ünnepünkre, kórussal. Ennek hagyománya lesz. Szívesen jöttek, szívesen láttuk őket, szerettek nálunk lenni. Ez ilyenkor mindig egy nagyon hangulatos, kedves vacsorával zárul, amire ugyanúgy meghívjuk az orvosainkat, most már a horvátjainkat is, és hát azzal a szándékkal távoztunk, és én azt hiszem, hogy nagyon fontos minden ilyen alkalommal az, hogy pontosan kijelöljük, hogy mikor találkozunk legközelebb. Mert ha csak elengedem, hogy majd szólunk, hogy figyeljük, az lemorzsolódással jár. Ha perspektívával megyünk el, az meg reményt szül. Úgyhogy mindenképpen már tudjuk is, hogy mikor lesz a következő alkalom. Október
mindig a központi, a főbúcsú, a Szentőrző Angyalok ünnepe, ez kétnapos alkalom mindig. Szombaton tudományos előadásokkal szokott kezdődni a búcsú. A Batthyány család valamelyik képviselője nyitja meg, most 23-ban Batthyány Boldizsár nyitotta meg a búcsút, és mindig egy adott tematika köré szerveződik. Idén, illetve hát tavaly 2023-ban volt 251 éves, 251. életévébe toppant az a főoltár, amit most látunk, Magyarország utolsó nemzeti nádorának, Batthyány Ádámnak a fia, Batthyány József bíboros ajándéka a templomnak, mint kegyúré. Így minden most az örök ifjú főoltárról szólt. A Szombathelyi Püspöki Levéltár igazgatója egyáltalán az ajándékozás évéről beszélt, hogy mi is történt akkor, 1772-ben a nagyvilágban. Mi történt Magyarországon? Mi történt itt? Zala megyében, mi történt éppen Szepetneken, kik voltak a település arcai akkor, levéltári forrásokat feldolgozva, dr. Kanász Viktor az adományozó személyéről, a herceg prímás bíborosról beszélt, illetve a helyi értéktár bizottság elnöke pedig magát a főoltárt mutatta be, amit egyébként látunk, de mindig amellett megyünk el leginkább, és mindig arról tudunk a legkevesebbet, ami karnyújtásnyi közelségben van, tehát nagyon hasznos infókat tudtunk meg róla. A megyés püspök vezette a Szentőrangyalok vesperázsát, a sárvári vonósok adtak nagyon szép koncertet utána, és ilyenkor mindig bállal zárul az este, amit adott célra ajánlunk fel, a harangok rehabilitációja, aztán a sekrestye felújítása, mindig van valami cél, amire ezt érdemes megszervezni, hogy a közösség egy kicsit oldottabb hangulatban, az úrasztala után a közösség asztalánál is együtt legyen, vasárnap pedig már a szokott módon, most püspöki szentmisével és nagy fúvós zenekari zenei szolgálattal zárult. Tavaly megalapítottuk a Kusztódész, az őrizők díját, ha már Szent Őrangyalok plébánia vagyunk, és azt az alabástrom, azt az angyal alabástrom szobrocskát minden évben valaki, olyas valakinek szeretnénk odaadni, aki nem csak most nyilván, hanem hosszú évekre visszatekintőleg is jelentős szolgálatokat tett a közösségért, ezért a templomért, ezért a plébániáért. Hál' Istennek, hogy nem gond minden évben találni valakit, akinek odaadhatjuk, sőt azért adunk hálát, hogy ők még velünk vannak. Gyakorlatilag november számunkra egyrészt az Egyházmegye fővédőszentjének, Szent Mártonnak az ünnepe, most már jó ideje, az óvodával közösen csináljuk ezt. Idén is legalább 100 gyerek, 100 szülő kavargott ott a közös lampion készítésen, felvonuláson. Jó volt látni, ahogy megterik a templom ezekkel a csicsergő gyerekekkel. Zajongjanak csak, vonják a szemöldöküket, a nénik csücsörítsenek bosszúságukban, én egyet tudok kérdezni, magának hány unokája ordít itt? Ugyanis ők a jövő. Nekik kell itt otthonra találni, nekik kell itt atyai házra találni, nekik kell ide hazajönni, és ezt nem lehet elég korán elkezdeni szoktatni. Illetve a Szent Erzsébet, ami számunkra különösen artikuláris. Már 2 évvel ezelőtt is vásárt szerveztem Szent Erzsébetre. Akkor azt mondtam, hogy gardrób söprést tartunk, ruhák, cipők, gyerekjátékok, könyvek. Hát a gyerekjátékok mentek a legjobban. Tulajdonképpen nem zárult rosszul a vásár, de borzasztó sok minden maradt a nyakunkon, amit rejtés módon olyan fene nagy a jólét, hogy alig tudtunk elsütni a Nagy Családosok Egyesülete, a Vörös Kereszt, még a Letenyei Plébánia is vitte belőle. Ruha, cipő nem kell.
így tavaly gondoltam egy merészet, és azt mondtam, hogy most kamrasöprést tartunk. És ez bevált. Vidéken vagyunk. Mindenki befőz. Csak egy lekvárt, csak egy ivólevet, csak egy csalamádét, savanyúságot befőttet, adjatok be. Döbbenetes volt. Hatalmas készlet jött össze, gazdák krumplit, hagymát ajánlottak fel. És már tavaly is, bár nem illik ezt szemszerűsíteni, úgy, hogy mindent messze bolti ár alatt adtunk. Tehát a 200 forintos volt alapvetően a fizetőeszköz. 270 ezer forintot tudtunk a Caritasnak átutalni. Jelzem, hogy a 4-6 falu összlakossága nem éri el a 4000-et, a püspökség szerint a katolikusok számított száma a 2002-t. Sejthetjük ebből, mennyi jár templomba. Én azt hiszem, hogy egy székes egyháznak becsületére válik egy ekkora gyűjtés. Hát idén azt mondtam, hogy gyerekek, tavaly magasra tettétek a mércét. Ez bevált, ezt csináljuk, de megugorjuk-e? 271 ezeret küldtünk el a Caritasnak, tehát hála a nagy jó Istennek, hogy tudjuk tartani a tavalyi szintet. Én úgy gondolom, hogy sokszorosan tesszük vele a jót. Aki felajánl, aki ajándékoz, övé az adakozás öröme. Aki jutányosan vásárol, övé a szerzés öröme. A Caritasé pedig a nyereség, tehát gyakorlatilag az, ami a közös erőfeszítésből befolyik, és több családon tudunk vele segíteni, úgyhogy én azt hiszem, hogy vitám felül ez a Szent Erzsébet kötényéből vásár, ez egy jó, jó kezdeményezés, ez egy jó alkalom, ehhez ragaszkodni kell. Hát ilyenkor már nyilván dübörögnek a roráték, első szombaton mindig közös adventi koszorú készítés van. Tavaly is több mint 70 család készített adventi koszorút a plébánián, és hozzák aztán vissza advent első vasárnapján a templomba megáldatni, hogy utána aztán haza kerüljenek a családok asztalára. Persze gőzerővel folyik a pásztorjáték előkészítése. Miután 4 templomom van, 4 éjféli misét nem tudok tartani, de ugyancsak forgó rendszerben, tehát minden évben másik filiális templom kerül sorra, 9:30-kor ott is van pásztorjáték, 10-kor vigília mise, hogy aztán a máterben 11:30-kor lehessen pásztorjáték és éjfélkor éjféli mise. Ahogy a karácsony ünnepén túlhaladunk, egy kicsit azért csendesül, hála a nagy jó Istennek az életünk. Én csak szent családkor köpök vattát, mert általában nem generál áldást adok, hanem egyesével áldom meg minden templomban, minden faluban szent családkor a családokat, és nagyon szeretik, nagyon szívesen jönnek. Gyakran jegyzem meg, ilyenkor szent családkor, hogy végtelenül örülök annak, hogy látom a genomot, vagy az egész almot, mert hogy jár egyébként a nagymama, vagy anyu és a gyerek, vagy az unoka, de most úgy mindenki eljön, és családként áll oda, és jó látni, hogy azt, ami messze több egy jó kívánságnál, mert az áldás az nem jó kívánság. Az az Isten hathatós kegyelme, életet adó ereje, hogy azért eljövünk, azt haza akarjuk vinni, azt a bőrünkön akarjuk hazacipelni, nem babonából. Mert akkor eljönnénk a következő, meg a következő templomba is, már minél többet kapunk, annál hatásosabb, nem? Hanem valóban azért, hogy az előttünk álló év, az az Istennek is, meg hát lássuk, be vagyunk annyira gyarlók, hogy nekünk is tetsző legyen. És nyilván emellett ott vannak az zarándoklatok, általában egy évben 4-6 plébániai zarándoklat van. Idén volt egy nagy vállalás, elment a plébánia Rómába egy hétre, úgyhogy volt egy egyhetes római zarándoklatunk is. Én úgy látom, hogy szívesen jövünk, érdeklődünk,
koncerteket szervezünk. Most épp a Szironta együttes volt nálunk advent karácsony kapcsán, az Eszteregnyei. Mi csak úgy hívjuk, hogy az Eszteregnyei katedrális, mert az a legnagyobb temploma. A plébániának így vitán felül annak van akusztikája is, tehát ott érdemes ilyeneket szervezni. Egy nagyon egyedülálló hangversenyt adtak, ugyanis ők harangokkal operálnak. Na, Gottfried atya, nagyon köszönöm. Azt hiszem, egy teljes áttekintést nyerhettünk arról, hogy milyen az élet az Zala megye déli részén egy plébániai közösségben. És hát akkor jövő pénteken pedig majd nézőink az ige hirdetőben is találkozhatnak Gottfried atyával. Áldásokkal teli új esztendőt kívánok. Hasonló jókat, sok mosolyt bele. Legyen így. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.